Is szemvizsgáló berendezéssel támogatná az Erzsébet Kórházat a Lions Club Sopron. Ezt szombaton jelentették be Sopron-Horpácson, ahol a 100 éve elhunyt Csapody István szemész professzorra emlékeztek. A Lions Club Sopron egyik fő célkitűzése a fogyatékkal élő emberek segítése. 22 éve támogatja a Vakok és Gyengénlátók Soproni Egyesületét. Ebben a szellemben koszorúzták meg szombaton a 100 éve elhunyt dr. Csapody István szemész professzor emléktábláját szülőházánál Sopron-Horpácson. Az első olyan magyarországi orvostudós és szemész tudós, aki nemzetközi hírét úgy szerezte, hogy az első látásvizsgáló látáspróbáknak és látásvizsgáló eszközöknek a megalakításában, kialakításában oroszlán részt vállalt. Ezeket tudományos cikkekben, könyvekben deklarálta, és a mai napig ezek az eszközök használatban vannak. Dr. Pintér József Sopron-Horpácson bejelentette, hogy a 2012-13-as év programját a prevenció jegyében hirdetik meg. Egy digitális térlátás vizsgáló eszközt szeretnének beszerezni az Erzsébet kórháznak, amivel a zöld hályogot szűrhetnék ki. A kórházban ugyan van ilyen berendezés, de már elavult. Az új eszközzel pontosabb és lényegesen gyorsabb diagnózist lehetne felállítani. Így kapcsolódik a kettő egymáshoz, a múlt és a jelen, hogy az ő nyomdokain haladva ezek az eszközök kibővítésére, korszerűsítésére szeretnénk ezt a látásvizsgáló berendezést vagy eszközt megvásárolni, egész pontosabban beszerzésében segíteni és támogatni, hogy a ma jelenben élő, részben a Sopronban, Sopron környékén élő lakosságnak egy még kiegészítőbb, még mondjam úgy, hogy pontosabb vizsgálati lehetőségeket, módozatokat tudjuk adni. A soproni szervezet idei programja szorosan kapcsolódik az országos kezdeményezéshez. Spisák István kormányzó elmondta, egy szemszűrő buszt szeretnének idén beszerezni. Ugye miért, kérdezhetné bárki, hiszen elmehet a rendelőintézetbe is az ember, csak hát arra gondoltunk, és ez sajnos így van, mondják a szemorvosok is és a védőnök, hogy a kis falvakból sokszor az emberek részben időhiányában, részben mert nem is tudja, hogy hova kellene menni, nem járnak el ilyen szűrővizsgálatokra, és éppen ezért nagyon sok ember, bár látónak születik, később a megvakul, vagy pedig súlyos szembetegséget kap. A busz kialakítására eddig 4,5 millió forint gyűlt össze, de ígértek segítséget Lions szervezetek Németországból, Franciaországból és Ausztriából is. Természetesen ez nem egy központi busz lenne, hanem ezt a klubok igényelhetnék. A kluboknak kéne megszervezni az itteni helyi adottságokat ismerve, hogy hova és milyen területekre kéne elmenni, és a személyzet, az, aki a szűrést vizsgálja, végzi, az természetesen nem mi Lionsok lennénk, legfeljebb azok közülünk, akik szemorvosok és szakemberek. Az önálló kezdeményezések mellett a Lions Klubok Magyarországi Szövetsége számos nemzetközi akcióhoz is csatlakozik. Idén például megunt vagy már nem használt szemüvegeket gyűjtenek. Ezeket olyan országokba szállítják majd, ahol luxusnak számít egy-egy darab megvásárlása.